Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az Atya, a Fiú, Izrael, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szent Léleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az Atya és Jahusa a Fiú nem egy és ugyanaz a Fiú, nem az Atya a Földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Semot, második múzes 24-es fejezetben, láthatjuk azt, ahogyan Jahua házasságot köt Israel, az az Izrael népével. Nézzük meg villám És mond a jöjj fel Jahuához a te, és Áron, Nádáb, Abihu, és Israel vénei közül hetvenen, és hajtsátok meg magatokat távolról. És csak Mosei közeledjék Jahuához, azok pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön fel vele. Elméne azért Mosé elbeszéli a népnek Jahua minden beszédét, minden rendelését, az egész nép pedig egyező szóval felele mondván mindazokat a dolgokat, melyeket Jahua parancsolt megcselekesszük. Azaz így történik egy házasság, megvannak a feltételek, beleegyezik mindkét fél. Mi a házasság alapja? A szövetség, a rendelések, a parancsolatok, a törvénye. Ez az, ami ennek a házasságnak az alapját képezi. Mosé pedig felírál Huának minden beszédét, és fel kell -e reggel oltárt építe a hegy alatt, és 12 oszlopot a Israel 12 nemzetsége szerint. Ezután elküldi a Jisrael fiainak ifjait, áldozának égő áldozatokat, hála áldozatot, túlkokat ölének Huán. Ugye ez már maga az áldozat, ami a szövetséghez szükséges. Mósé Mo pedig bevé a vérnek felét, tölti a medencékbe, a vérnek másik felét pedig az oltárra hinté. Azaz kell egy áldozat ahhoz, hogy szentesítse magát a szövetséget, ezután vevé a szövetség könyvét, elolvasá a nép hallatára, azok pedig mondának megint, hogy mindent megteszünk, amit Jahua parancsolt, és engedelmeskedünk másodjára is megmutatja nekik a szabályokat, hogy tudják pontosan, hogy mi az, amibe belépnek. Ez az, ami hiányzik többek közt a mai házasságokban. Ezután Mósé pedig vevé a vért, és ráhinti a népre, és monda ímé a szövetségnek vére, melyet hua kötött ti veletek, mind a ma beszédek szerint. Megszentelte az oltárt, amit épített, és a medencékbe töltötte, és onnan utána a népre ezzel szentesítette ezt a szövetséget, ami a hua, illetve is a népe között köttetett, aminek alapja a parancsolat. Azután felméne Mosé, Aharon, Nádáb, Abihu és a israel vénei közül 70-en látják isel hatalmasságát, hogyha láták, az előzőkből kiderül, hogy még sose senki nem látta az atyát, akkor ez nem lehet az atya. Arról nincs szó, hogy ez nem lehet a hatalmassága, arról van szó, hogy ez nem az atya. És annak lábai alatt valami zafírfényű tárgy vala olyan tiszta, mint maga az ég. És Isel fiainak választotjaira nem bocsálták kezét, jól lehet látták Elohimet, mindazáltal ettek és ittak, azaz nem, nem pusztultak el annak ellenére, hogy látták. És szóla Jahuhan mosénak. Jöjj fel, én hozzám a hegyre és maradj ott! És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, melyeket írtam, azokra megtanítassanak. Taníts meg az embereket, amikre azt mondták, hogy elfogadjuk. Leírja megint neki. Oda, hogy tanítsa meg. Ez az a rendszer, amiben a szövetség működőképes lesz. Fel kell azért Mosé, és az ő szolgálja Jehusa, vagyis Józsué, és felmére Mosé Elohim hegyére. Felmegy a hegyre, a véneknek mondja, várjatok, itt reánk, míg visszatérünk, e imé Ahron és Húr veletek. Akinek valami ügye van, ő hozzájuk menjen felvéne Morse a hegyre, felhőborítja el a hegyet. És a dicsősége száll alá a sínai hegyre, és felhőborítá az hat napon át, hetedik napon pedig szólítá Morsét a felhő közepéből. Mi a hetedik nap? A sabát. Mindennek jelentősége van, amit ő tesz. Azért csinálja, hogy megértsük őt jobban, közelebb kerüljünk hozzá. a dicsőségének jelensége, pedig olyan vala a Jisrael fiának szem előtt, mint emésztő tűz a hegy tetején. Beméne mosé a felhő közepébe, felméne a hegyre, 40 nap, 40 éjjel vala mosé a hegyen. Érdemes megjegyezni, hogy ez Jahúa dicsőségének jelensége, és ez Jahúa dicsősége, és nem az atya, ez az ő dicsősége. Ez maga a házasság. Amikor házasság köttet egy illetve Israel népe között. Ha még sosem látták Huát ez nem lehetett az atya, hiszen ott volt velük, látták, ettek ittak vele. Úgyhogy ez nem lehetett az atya. Kiderült már korábban, hogy nem látta senki. Ez, e, ezeknek elégnek kellene lenni mindenkinek, aki meg szeretné érteni, hogy mindig is Jahuá az angyal, a Malak Jahuá, az ő angyal, az ő üzenője, az ő üzenet közvetítője volt az, aki köztünk járt illetve köztük akkor. Ebben a részben meg fogjuk vizsgálni azt, hogy a házasságra milyen szabályok vonatkoznak, és kétséget kizáróan ki fog derülni mindenki számára, hogy az ószövetségben a tanákban nem az atya járkált az emberek között, és nem ő kötötte a szövetséget és vagy Izraellel, a sínai hegyen, hanem ugyanaz a karakter, akit mi a Husak, ha is ismerjük, akkor más formában. Ő kötötte a szövetséget nem lehetett másképp. Ez Deberim 24-es fejezet, ugye 5 múzes 24, 1-től 4-ig így szó, ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja az kedvére valónak, mivel hogy valami illetlenséget talál benne, és ír néki váló levelet, kezébe adja azt, és elküldi az őt a házától. És kimegy az az ő házából, és elmegy, és más férfiúé lesz, és a második férfiú meggyűlöli őt, ír neki válló levelet, kezébe adja azt, és elküldi őt a háztól, vagy ha meghal az a második férfi, aki elvette azt magának feleségül, az első férje, aki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy feleségévé legyen, minek utána megfertésztetett, mert utálatosság ez Jakua előtt. Te pedig ne tedd bűnössé a földet, amelyet Jakua te hatalmasságot ádnéked örökség. Nézzük meg, miről is van szó röviden. Feleségül házasság költetik, a férj elbocsátja az asszonyt, másé lesz az az asszony, az is elbocsátja, nem mehet vissza az előző férjéhez, semmilyen körülmények között. Ez egy utálatosság, jahuha előtt. Ennek a rendszernek a megértése nagyon fontos ahhoz, hogy megértse valaki, hogy miért is kellett eljönnie a siáknak, és végmenni és átesni azon a torturán, amin ő átesett, meghal és föltámadni. Enélkül nagyon nehéz lesz megérteni az egész koncepcióját a, a, könyvnek magának és a megváltás folyamatának. Úgyhogy nagyon egyszerű, feleségül vesz valaki egy nőt, elküldi, az másé lesz, más is feleségül veszi, utána nem mehet vissza az első semmilyen körülmények között. Jéremiáho a hármas fejezetben ugyanerről ír. Nos hát, ha valaki elbocsátja az ő feleségét, és az eltávozik tőle, és más férfiúi lesz, ugyanúgy, amiről Mose beszél, nem lenne az a föld fertelmesen megfertőztetve, azaz megerősíti azt, amit mond ez egy utálatosság Jakua előtt. Te pedig sok szeretővel paráználkodtál, és visszajönnél hozzám, mondja Jakua, már meg kellene mindenkinek értenie most, hogy ha azt mondja, hogy visszajönnél hozzám, ha látta, ha megértette valaki az előző részeket, tudnia kell, hogy ez a Yahua, az a Malak Yahua, az az angyal, aki Yahua nevét viseli. Úgyhogy, hiszen egyértelmű, hogy ha senki nem látta őt, és arról beszél, hogy visszajönné hozzám, ez azt jelenti, hogy ő az, aki a házasságot kötötte, és az atya nem köthette a házasságot, hiszen nem látta őt senki, tehát ő nem jöhetett le a sínai hegyre. Emelt fel szemeidet a magaslatokra, és lásd meg, hol nem szemlősítettek meg téged. Az utakon vártál rájuk, mint az araba pusztában, és megfertőztetted a földet paráznaságaiddal és gonoszságoddal. Noha megvonattak a korai záporok, és a késői eső sem volt, mégis parázna asszonyomnak lettél, szégyenkezni nem akartál. Ez ugye is erről beszél, hogy más hatalmasságok után jártak, más módon tisztelték őt, mint ahogyan ő azt ahogyan ő azt meghagyta neki. Más törvények szerint éltek. Erre vonatkozik a paráznaság spirituális módon. Nem, de mostantól így kiáltasz nékem, atyám, ifjúságomnak te vagy vezére. Mindörökké haragszik én, mindvégig bosszankodiké. íme ezt mondod, de cselekszed a gonoszságokat, amint tőled telik. És mondja a nékem Jósiás király napjaiban, látta D, -e, amint az elpártod Israel cselekedett, Elmentő minden magas hegyre, minden zöldelő fa alá, és ott paráználkodott. Ez volt az oka annak, hogy elvált tőlük idézőjelben, hogy a spirituális módon paráználkodtak, ezért elhagyta őket. Mi történt ezek után? Jeremiáhu 3-as 7-től 11-ig így szól, és mondám, miután mindezt megcselekedte, tér vissza hozzám, még mindig figyelmeztetés azt szerette volna, ha visszatérnek hozzá. De nem tért vissza. És látta ezt az ő hitszegő húga, Jahuda. Ugye már ekkor a két királyságból Salmon után két királyságra osztott uh, Israel háza, vagyis Jákob háza, északi királyság, déli királyság, Jahuda, vagy Júda, vagy a zsidó, az, az uh, a déli királyság, ami Jeruzsálemben maradt, míg az északi királyság, a másik tíz törzs, ugye ez Yahuda és Benjamin volt tulajdonképpen. Az északi királyság, a másik tíz törzs pedig uh, tulajdonképpen száműzve lett már ekkor megtörtént az, amiről a nyolcas versír, és láttam, hogy mind a mellett is, hogy elbocsátottam az elpártot parázna Israelt, és adtam néki elvállásról való levelet. Elvált tőlük. Nem félt a hitszegője Huda az ő húga, hanem elment, és ő is paráználkodott. És lőn, hogy az ő paráznaságának hírével megfertőztette a földet, mert kővel és fával paráználkodott, ez, ez báványimádásról beszél természetesen, és arról, hogy elhagyták az ő parancsolatait. És mindez után sem tért vissza hozzám az ő hitszegő húga, Jahuta, az ő szíve teljességével, hanem csak képmutatással azt mondja Jahuta. És mondanékem nékem, igazabb lelkő az elbátor isra, mint a hitszegő Jahuda. Szóval. Ugyanazt tette a Huda, elpártott a parancsolatoktól, miért? Mert a parancsolat volt a törvények alapja, megesküdtek az előbb láttuk, megfogadták, többször elmondta nekik, hogy mik a követelmények. Ők mindannyiszor azt mondták. Meg a kapcsolat meg lett úgymond szentelve az áldozatok vérével. Innentől kezdve mindkét félek tartania kell magát a szövetséghez. A probléma az, hogy ő tartja magát, mi. Viszont nem. Mi azt gondoljuk, hogy ő is olyan, mint mi, hogy jaj, majd így, majd úgy, majd akkor itt, majd megváltozik. Ő nem fog megváltozni. Megkötötte a szövetséget, megmondta, ő neki tartania kell magát a szövetséghez, hiszen amit ő megmond, az úgy van. Ezért ő a fény, ezért ő az igazság, ezért ő az, ami jó a világon, hiszen ő úgy viselkedik, ahogyan azt megmondta. Mi vagyunk azok, akik szeretnénk, ha ő megváltozna és alakulna a mi életstílusokhoz. Nézzük meg, mit mondom, mert siák erről, Matityahu 5 fejezet 32. Én pedig azt mondom néktek, valaki elbocsátja a feleségét paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt, és aki elbocsátott hogy veszene el, paráználkodik. Azaz, elbocsátotta őket? Azt ér, meg, meg, kell, hogy értse mindenki, hogy az, aki most beszélje, ha Hamásiák volt az, aki a szövetséget megkötötte a sínai hegyet. Nem az atya, a fiúnak akart feleséget az atya. Ő nem akart feleséget magának. Ő a szavával akarta összeházasítani ezt a népet. Ő azt akarta, hogy legyen valaki, aki úgy jár, ahogy ő akarja. Legyen valaki, aki taníthat. Legyen egy nép, aki a fényt képviseli a sötétségben, ami a világ. Ő a szavát akarta hozzáadni ehhez a néphez, hogy vezesse őket hogy tanítsa őket, hogy aztán az egész világot megváltoztassa, amit ő teremtett. Hiszen ő, ő védte volna ezt a népet, ahogyan védte, mint Daud vagy Dávid idejében, hogy az egész világot, vagyis nagy részét tudták uralni. Ugyan ez lett volna. Elterjedt volna szépen ez a, ez a rendszer. Csak hogy ők nem voltak hajlandók ezt megtartani. Ezért mondja azt, itt Jakusák másiák, hogy ezért ismétli meg tulajdonképpen a, a törvényt. Hiszen ő maga az ő szava. Paráznává teszi azt, aki paráznáság okán kívül elbocsátja, paráznás, paráznává teszi, azonban ott nyilván paráznáság volt az ok. Azonban van egy másik része ennek, aki egy elbocsátott asszonyt veszel, az paráználkodik. Mattit itt Jehú 19.8-asból azt is megtudjuk, hogy Mosé a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok. De a kezdettől fogva nem így volt. A rendszer nem így volt tervezve, hogy az ember csak úgy levelet adjon a feleségének és elváljon, és ezzel káoszt teremtsen. Ez csak azért volt, mert ők egyszerűen kemény szívek voltak, mint ma is az emberek. Úgyhogy ez nem így lett ez a kapcsolat tervezve. Már 10, 11, 12 így szól. Ő pedig mondta nékik, ez ugye Hussach másiak, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követel az ellen. Ha pedig a feleség elhagyja a férjét és mással kell egybe, házasságtörést követel. Azaz, aki el, elválik az, és mást vesz el, házasságtörést követel a felesége ellen. Ha pedig a feleség elhagyja a férjet, és mással köt házasságot, az is házasságtörésnek bizonyul. Tehát elválni nem nagyon lehet csak parázasság esetében, amint látjuk. Azonban fontos az, amit ki akarok hozni ebből az az, hogy amennyiben elvált tőlük, és ők mással álltak össze, más hatalmasságokat szolgáltak, ő már nem vehetné vissza őket. Ezt mindjárt meg fogjuk nézni, csak még egy példát akarok erre mutatni. Lukács 16.18. Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik. Valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségű, paráználkodik. Ez a paráználkodik házasságtörés jelent. De a lényeg az ismét, hogy megismétli ugyanazt a szabályt, illetve ugyanazt a parancsolatot. Nem lehet elválni, és, és utána mást elvenni, illetve egy elvált asszony nem mehet hozzá máshoz különben paráználkodik. Csak és kizárólag a házasságtörés esete forog fel. A kivétel ez alól, illetve az egyetlen lehetőség az újraházasodásra a feleségnek az a fér halála után van. Ez kiderül Saul Rómaiokhoz írt leveléből 7-es fejezet 2 3 -ig. Mert a férj asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint. De ha meghal a férj, felszabadul a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy, ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy, hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Egyértelművé teszi azt, hogy csak is kizárólag akkor házasodhat újra a feleség, amennyiben a férj meghal, különben paráznaságnak minősül, ugyanúgy, ahogy eddig azt láttuk. Azonban, ha meghal a férj, szabaddá lesz a törvénytől, és nem lesz parázna, ha más férje. férfihoz megy folytatni fogjuk a későbbiekben, remélem, hogy hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!